együtt figyeljen a csöndességre. Szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összetúrjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához, irgalomért. Amen. Az oltári szentség köszöntése. Üdvözlégy, oltári szentség! A szeplőtelen szűzanya által köszöntlek téged. A szent angyalokkal együtt imádlak téged. Istennek szent fia, az oltári szentségben szemem csak a szent kenyér színét láthatja, de hiszem és tudom, hogy benne valóságosan jelen vagy, Istenségeddel és emberségeddel. Imádlak téged a nagy szentségben, és szívemből szeretlek. Engedd, hogy édesanyád szíve által adjunk hálát neked. Jézusom szentséges szíve, édesanyád szeplőtelen szíve által kérlek, növeld hitemet, erősítsd reményemet, tökéletesítsd szeretetemet. Jézusom, a kenyér és a bor színében önmagadat, az örök szeretetet adod nekünk. Esedezve kérem az őszinte bűnbánat kegyelmét, hogy méltóképpen fogadhassalak szívembe. Irgalmas Jézusom, te a kereszten szenvedtél bűneim miatt, most is szenvedsz, ha bűn követek el. Segíts, hogy egyedül csak irántad való szeretetből bánjam meg bűneimet. Égi édesanyám, gyújts föl bennem szeretetlángod izzó, lángoló szeretetét, hogy szívem egész melegével, szeretetével tudjam magamhoz ölelni Jézust a szent áldozásban. Áldásotokat kérem, hogy szívetekkel egyesülve mindig szeretettel és hűséggel tudjak nektek szolgálni. Mennynek és földnek királya, jóságos Jézusom, áldj meg engem az oltári szentségből. Áldj meg családomat, szeretteimet, az egyházat, hazámat és az egész emberiséget. Mennynek és földnek királynője, boldogságos szűz Mária. Szeretetlángod minden kegyelmével kérem, hogy mindig szeretettel tudjak válaszolni a két szent szív szeretetére. Nagyasszonyunk, minden kegyelem közvetítője, árasz szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.